Üdvözlöm kedves nézőinket! Önök a Kalocsa Televízió híradóját láthatják 2021. december 8-án este 7:30-tól. Mikulás-gurulás volt a városban. Az adományok nagy részét a Viola utcai tagovodába vitték a motorosok. Győzelemmel zárt az őszi szezont a KKC női gárdája. Második helyen várják a folytatást. Adventi ablakok. Több környező településen keresgélik a feldíszített, kivilágított ablakokat. 8. alkalommal szerveztek Mikulás gurulást Kalocsán. Az esős idő ellenére közel 30 motorost vett részt a programban, és osztogatta a szaloncukrot, édességet meg ajándékot a gyerekeknek. A Mikulás rossz időben is jár. Ehhez a szlogenhez tartották magukat azok a motorosok, akik kivilágított, földíszített járműveikkel begurultak a sétáló utcába. Az adományokat meghozták utánuk, annyi minden gyűlt össze az adakozó embereknek köszönhetően. Mióta kezdett, hogy őrült motorosok vagyunk. Mikuláskor is motorozzunk egyet, meg hogy valamilyen módon a szezont zárjuk le. Vannak szezonzáró gurulások, és mi is így döntöttünk, hogy csinálunk egy szezonzáró gurulást Mikulás napján. És ebből alakult ki ez a Mikulás gurulás. Az tényleg csak egy ilyen spontán gurulás volt, és annyi kis ajándékozás volt, hogy ami a zsebünkbe belefért szaloncukor, azt vittük magunkkal, és azt jópofa dologként gondoltuk, hogy ezt majd osztjuk ott a sétáló utcába, hát és ez így kinőtte magát, hogy a zsebekből itt ládaszám lett szaloncukor, amit osztani kell. Egy kis teherautó kísér minket, és akkor abból pakoljuk bele a bukósisakokba a szaloncukrot, és a bukósisakból stílszerűen, mivel hogy motorosok vagyunk, bukósisakból osztjuk az édességet a gyerekek, felnőttek számára. A vasárnapi esős időjárás nem volt éppen ideális ennek a gurulásnak. A rendezvény előtt én csak egy 10 motorra számítottam az időjárást látva, meg ahogy én eláztam, de közel 30 motorral mentünk a sétáló utcába. Nagyon jó volt, tehát szenzációs volt. És le a kalappal minden egyes motoros előtt, aki bevállalta, hogy ebbe az időjárásba is motorra ülés eljön. Ha jó idő van, akkor általában jönnek vidékről is. Voltak már tehát évekkel ezelőtt, amikor jobb idő volt, voltak Kecskemétről, Kiskörösről. Most idén ígérték Dunaújvárosból, de hát megértem őket ilyen időbe. Tehát ilyen 100 kilométereket lemotorozni képtelenség. Hétfőn délelőtt adták át az adományokat a Viola utcai tagovodában. Természetesen oda is motorral érkezett a Mikulás. 7 évvel ezelőtt is már ők nekik gyűjtöttünk. Hát ők kisoboda, úgy gondoltuk annak idején, hogy tudunk nekik segíteni pár darab játékkal. Sikerült is akkor meglepni őket. Idén is, tavaly kimaradt a pandémia miatt, idén is őket választottuk. Az idén annyi játék összejött, nem csak játék, színes ceruzák, festékek, kifestők, mesekönyvek, társasjátékok, tehát amit egy óvodában tudnak hasznosan használni, vagy játszani a gyerekek. Ennyi ajándék soha nem jött össze, rengeteg, meglepődtünk rajta. Nagyon nagy köszönet motorosoknak, a motorosokkal szimpatizálóknak, akik adományokat hoztak. Köszönet, nagyon nagy köszönet a Kalocsai Kézilabda Klubnak, akik szintén támogatták a rendezvényt, és nagyon nagy köszönet a Fogtői Pirates Family MC-nek is, akik szintén rengeteg játékkal, színes ceruzákkal, édességekkel lettek meg minket. Igaz, hogy ez egy szezonzáró rendezvény volt, de motorossal találkozhatunk télen is, ha megfelelő az idő. December 1-től több környező településen keresgélhetik az adventi ablakokat az ott élők. Fényekkel, díszekkel, s egy-egy számmal jelzik, hogy várják az arra sétálókat. Több településen minden este más ablakdísz kivilágítása válik nyilvánossá az ott élők számára. Van, ahol egy adott helyen olvashatnak a falubeliek pontos útbaigazítást, máshol GPS koordináták segítségével lehet megtalálni az adott ház ablakát. És olyan helység is akad, ahol egy kis versike árulja el, milyen utcában kell keresni a házszámot. Így van ez az idei esztendőben Dusnokon, Fajszon, Fogtőn, Homokmégyen, Ordason, Uszódon, és most először Kalocsán is.
Ezekkel az ablakokkal talán lehet egy kis játékosságot, vidámságot csempészni a gondokkal, nehézségekkel teli időszakba. Ezek az ablakok jelzik, hogy ismét itt az év vége, jön egy új esztendő, hamarosan itt a karácsony. Ezek az ablakok jelképezhetik a hitet, a reményt, a szeretetet. A közösségi oldalakon többen is megosztják a számokkal jelzett ablakok fotóit, így nagyobb nyilvánosságot kapnak a házak, ablakok. S talán a kedvet is meghozzák ahhoz, hogy elinduljanak az emberek, s egy-egy téli estén ne csak úgy céltalanul sétáljanak egyet a falvakban, vagy éppen Kalocsán, hanem felfedezzenek új utcákat, új városrészeket. Így valódi népvándorlás indul meg, amely nem csak kisgyermekes családokat vonz, hanem szinte bárkit. Van, ahol apróbb ajándékokkal, vagy szívhez szóló versikével köszönik meg az érdeklődőknek, hogy megcsodálták a sok munkával feldíszített ablakokat. A Bács-Kiskun megyei önkormányzat hivatalos Facebook oldala egy ablaktárogató versenyt hirdetett azon települések számára, akik december 1-től feltöltik az adott napi fotókat. Az a település ugyanis, ahonnan összeáll a teljes 24 fotóból álló sorozat, különleges jutalmat tudhat magáénak. A jövő évben a Meseföld élménybusz lesz a település vendége egy napig, előre egyeztetett időpontban. Mint egy a település karácsonyi ajándékaként december elejétől Dunapatony nagy község közbiztonságát, a polgárok szubjektív biztonságérzetét valamennyi ki- és bevezető úton, a körforgalmi csomópontoknál, a kiemelten fontos település részeken korszerűsített és új vezérelhető, forgatható és fix térfigyelő kamerák növelik. Dusnoki Csaba polgármester elmondta, a november utolsó napján összesen 22 helyszínen lezárult korszerűsítés, fejlesztés megvalósítását a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 11.858.000 pályázati forrással tette lehetővé. A település vezető emlékeztetett, napjainkban a digitális technológiák, elektronikai és számítástechnikai eszközök, szoftverek olyannyira rohanó ütemben fejlődnek, hogy a Dunapatajon 2013-ban és 2015-ben kiépült kamerarendszer mára elavultá, korszerűtlenné vált. A JETA projekt keretében ezeket a mára már kicsit idejét múlt kamerarendszereket újítottuk föl, korszerűsítettük, bővítettük a legmodernebb technika és technológia beszerzésével, immár működtetésével. A beruházás részét képezte 4 darab rendszámfelismerő és 25 darab nyitható motoros zoommal rendelkező fix kamera beszerzése a szükséges hálózati rögzítővel és 32 darab memóriakártyával. A rendszer 40 darab adatátviteli eszközzel, antennával, szünetmentes, illetve szünetmentesíthető tápegységekkel, akkumulátorokkal is kiegészült. A pályázati összegből ezek felszerelése, beszerelése, az IP kamerák, rádiós eszközök, géprögzítő beállítása, a rendszer programozás beüzemelése is megvalósult. Dusnoki Csaba szólt arról is, hogy a nagyközség belterületén működő köztéri figyelőrendszer végpontja a Kalocsai Rendőrkapitányság Dunapatai körzeti megbízotti irodájában került kialakításra. Az önkormányzati tulajdonú térfigyelő központot, mint a kameraképek megjelenítésére, feldolgozására, elemzésére szolgáló operátor munkahelyet a Dunapatai Művöldési Ház egyik helyiségében alakították ki. Az új vezérelhető, forgatható és a fix kamerákat a ki- és bevezető utakon, a kiemelten fontos településrészeken, a fontosabb csomópontokba, kereszteződésekbe telepítették. A polgármester kiemelte, a kamerák elhelyezésével, korszerűsítésével sikerült elérni a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelését. Biztosítani tudjuk a közintézmények, a közvagyon, építészeti értékek, turisztikai látványosságok, a magántulajdon és az állampolgárok védelmét, lehetővé tettük a bűncselekmények, szabálysértések elkövetésének megelőzését. A kamerák segítségével beazonosíthatóvá, felismerhetővé váltak a helyi és az átutazó elkövetők. A gépjárművek rendszámai így könnyebben a tettesek számára bukkannak a rendőrök, mely az elmúlt években a bűncselekmények számának csökkenését is eredményezte a településen, hangsúlyozta a polgármester. Dusnoki Csaba hozzátette, köszönet illeti a JETA kuratóriumát, hogy támogató döntésüknek köszönhetően
A felújítások mellett teljesen új kamerahelyeket alakíthattak ki, például az újonnan épült bölcsöde épületénél, a béketéren és további frekventált helyen. Az összesen 22 helyszínből 3 teljesen új, 19 helyszínen pedig a korábban létesített kamera került korszerűsítésre, amely újabb nagy lépés a Dunapatajon és a szelidi üdülőfaluban élők, nyaralók komfortérzetének növelése terén. A kolocsai járásbíróságon dr. Kálóci Norbert büntetőbíró a terhelt személyes részvételével december 2-án tartott tárgyaláson 4 év 6 hónap börtönre, 5 év közúti járművezetéstől és 5 év közügyektől eltiltásra ítélte P.Z. érsekcsaládi lakost. A férfi 2020. október 23-án alkoholos befolyásoltság hatása alatt vezette a személygépkocsiját, és Dusnok közelében a szemközti forgalomisába áttérve 2 motorosnak ütközött. Mint arról a halálos baleset napján, majd a rendőrségi vizsgálat lezárásáról idén április 9-én részletesen beszámoltunk, a Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányság munkatársai befejezték a tavaly október 23-án reggel az 51-es főúton Dusnok közelében történt halálos kimenetelű közúti közlekedési baleset vizsgálatát. A nyomozás adatai szerint egy 37 éves érsekcsanádi férfi egy személygépkocsival közlekedett az 51-es számú főúton Dusnok felől Sükörzs irányába, amikor átsodródott a szemközti forgalmi sávba, ahol összeütközött 2 motorossal. A baleset következtében a motorokkal közlekedő 44 éves vaskúti férfi és 50 éves felesége olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. Az autót vezető férfi nem használt biztonsági övet, így ő is megsérült. A helyszíni ittasság ellenőrzés során a gépkocsi vezetővel szemben alkalmazott alkohol szonda pozitív értéket mutatott, ezért őt mintavétel céljából előállították. Az igazságügyi vegyész szakértő az alkoholfogyasztás tényét igazolta, ezért a férfival szemben halált okozó ittas járművezetés büntette miatt folytatták a büntető eljárást, amit a Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztálya a kalocsai rendőrkapitányságtól vett át. A nyomozás során kiderült, hogy a balesetben elhunyt személyek szervezetében szeszes ital fogyasztásából származó alkohol volt. Azonban a szakértő kimondta, hogy a sértettek ittas állapota és a baleset bekövetkezése között ok-okozati összefüggés nincs. A motorosoknak nem volt idejük reagálni a szemből érkező járműre, esélyük sem volt elkerülni az ütközést. Lényegét tekintve mindez az ügyészség vádiratában is szerepelt és a tárgyaláson is elhangzott. Mint emlékezetes, a balesettel televíziónk többször is foglalkozott, például azzal, hogy a Fogtői Pirates Family Motoros Klub által az elhunyt motorosok árvái javára szervezett jótékonysági estet is népszerűsítettük. Az ügy már csak azért is nagy társadalmi visszhangot váltott ki, mert az elhunytak 4 árvát hagytak hátra. Az asszony 3 lánya mellett a férj korábbi házasságából született fiát. A fiú ráadásul középsúlyos fogyatékossággal küzd, édesanyja pedig, akinek addig gyakorlati segítsége és anyagi támasza volt a szerencsétlenül járt házaspár, most segítség nélkül maradt. A kalocsai járásbíróságon dr. Kálóci Norbert az ítéletben kimondta, a vádlott ittassága miatt a biztonságos jármű vezetése alkalmatlan állapotban volt, ezért veszítette el uralmát a kocsi felett és kormányozta mintegy 90 km/h sebességgel balra, majd ütközött a 2 a helyszínen életét vesztett sértettel. A bíróság a férfit 4 év 6 hónap börtönre, 5 év közúti járművezetéstől és 5 év közügyektől eltiltásra ítélte. Az ítélet nem jogerős, az ügyészség súlyosbításért fellebbezett, a vádlott és a védő tudomásul vette az ítéletet. Az elmaradt mérkőzés is bepótlásra került a KKC otthonában. Egy könnyű, nézőszórakoztató mérkőzésre számítottak, de egy küzdelmes mérkőzéssel zárták a szezont a lányok. Elég hektikus mérkőzés volt, az eredmény alapján sima győzelem volt, viszont a játékképe alapján nem volt az. Azt láttam én is, hogy a védekezésünkkel voltak hatalmas problémák. Ugye a belső 2-3-as védőnk nem volt hajlandó behajlítani a lábát, ami egy 150-60 centis kis gyorslábú irányítónál nagy galibát okozott, mint ahogy látták a szurkolók.
Szenvedtünk velük, nehéz készülni, nincsen ilyen típusú játékos a csapatban, aki így cselezne. A lányoknak az a problémája, hogy ők egyféleképpen tudnak védekezni. Hogyha olyan ellenfél jön, aki ellen ez működik, akkor nagyon jó. Egyébként nagyon nehezen alkalmazkodnak. Én azt gondolom, hogy a második fél idő, 10. percétől már rájöttek, amikor 15-ször ugyanúgy megcselezték őket, hogy ezen valamit változtatni kell. Elmondtam, hogy a támadójátékunkban a begyakorolt mozgások nagyon szépen működnek, annak ellenére, hogy csúsztak hibák, mert nagyon akartuk gyorsítani a játékot, úgyhogy próbáltam egy kis pozitívumot is, pozitívummal kezdeni, és utána elmondtam ezt a védekezésről, hogy az akarat nélkül nem működik, mély súlyponti helyzetbe kell, toljuk kifelé, lépjünk az érkező felé, és ezt mondtam, hogy zártabban kellene egymás mellett védekezni, erre mondták ők, hogy de Nád udvar ellen nem így kellett, erre mondtam én, hogy de nem, hogy Nád udvar ellen játszunk, úgyhogy valamilyen párbeszéd hangzott el az öltözőbe. Horváth Fannit kérdeztük a mérkőzésről. Szerintem egy igazán izgalmas mérkőzés volt. Idegenben ugye x-eltünk velük, ahol hát elég rossz teljesítményünk volt, úgyhogy most itt próbáltuk egy kicsit magunkat összeszedni, hogy azért egy jobb meccset játszhassunk. Szerintem a végére azért elmentünk elég jól, és összeszedtük a játékunkat. Az eleje az töcögős volt, de megoldottuk szerintem, és egy jó végeredményt sikerült elérni. Dávidházi Sándort kértük, értékelje a szezon első felét. Két játékosunk is hiányzik, a Várszegi Daniella meg az Alföldi Babett. Tehát egy teljesen megváltozott játékot szerettem volna játszani. Ugye a Doszpod Adrián balátlövő poszton szerepeltetése, azt hittem, hogy jól működik. A mai mérkőzésben megmutatta azt, hogy ő jobb átlövőben érzi jól magát. Keressük még az igazi csapatot. Én azt gondolom, hogy női mezőnybe egy-két év alatt nem lehet csodát tenni, főleg ilyen edzéslátogatottság mellett készülünk a tavaszra egy minél jobb eredménye. Január közepén kezdjük, most ugye nem fejezzük be az edzéseket, ilyenkor egy kis viccesebb edzésfeladatokat szoktam vezényelni, ami csapatépítő jelleggel kis játékos, kis készségfejlesztéseket előveszünk, és akkor szerintem december közepén megállunk. Mindenki elmegy a jól megérdemelt téli szünetre, és akkor január közepe, január első hete után elkezdjük az alapozást. Bővebben foglalkozunk a mérkőzéssel, ezt a Sípszó után című magazinunkban láthatják majd a kedves nézőink. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel holnap jelentkezünk majd. Addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra!